A Transit Group logisztikai központ cégcsoporthoz tartozó Transit Speed Kft. A térségben a szállítmányozást és átrakást végző legjelentősebb vállalkozások egyike. A 100%-ig családi tulajdonban lévő vállalkozás 60 hektáron összesen 57 ezer négyzetméteres raktárcsarnokokban és a hozzátartozó vasúti pályán végzi export és import tevékenységeit. A jelenlegi beruházáshoz 1,1 milliárd forintos uniós támogatást kaptak. Egy olyan vállalkozás, amelyik alkalmas arra, hogy 21. századi körülményeket tudjon a logisztikai átrakáshoz biztosítani. Természetesen szükség van arra, hogy minél hamarabb rendeződjön az ukrán-orosz konfliktus, mert azért természetesen ez okozott a térségben csökkenést, forgalomcsökkenést, de nyilván a cégcsoport csak akkor lehet életképes, hogyha a logisztikához szükséges feltételeket megteremti, és ezért öröm egy országgyűlési képviselőnek egy ilyen átadáson jelen lenni, hiszen egy családi vállalkozás 2 milliárd forint, vagy több mint 2 milliárd forint, 1 milliárd család saját erő biztosításával képes arra, hogy igenis Európa színvonalú logisztikai szolgáltatóközpontot hozzon létre. A bővítés után a jelenlegi forgalom többszörösét is képes lesz a cég lebonyolítani. A cél, hogy minél több külföldi érdeklődő találja meg a logisztikai lehetőséget Mándokon. Inkább keletről várnánk a fejlesztéseket. Arról tudok beszámolni, hogy 2-3 nagy keletről származó befektető is ide tervezi áttelepíteni székhelyét, ezért dolgozunk, hogy a kormány megfelelő szintű támogatásba tudja őket részesíteni. Azt várunk, hogy olyan 1500 fő munkahelyteremtés jönjön létre nem csak ennek a csarnok átadásával, hanem azok a keletről származó befektetők által ide telepített üzemekkel során is. A rendezvényen Tőkés László európai parlamenti képviselő kiemelte, fontos gazdaságilag felzárkózni Európához és kialakítani a nemzeti gazdasági szabadságot. Magyarországnak saját erőforrásait kamatoztatva kell növekedni a következő években.